Végül kiárad ránk a lélek a magasból, akkor majd a puszta kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. A pusztában is jog lakik, a kertben igazság honol. Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot szolgálja örökké. Ézsajás próféta örökbecsű gondolata mentén hirdették meg a 18. Ars Sacra Fesztivál programját. Amint egy 400 programot felsorakoztató fesztivál székesfehérvári találkozóján a Szent István Művelődési Házban Spány Antal megyéspüspök megnyitó beszédében hangsúlyozta, a hitből született Európa vágyott békéjét állítják a középpontba az idei találkozások és az alkotók művei egyaránt. Sok út vezethet el bennünket arra, hogy megtaláljuk Isten igazságát. A művészetek is egy ilyen út. Ha az Istentől inspirált művészettel találkozunk, az bennünket az élményen keresztül, a belső világunk élményen keresztül képes megtisztítani, fölemelni, az igazságra hangolni. Én remélem, hogy ez az Ars Sacra rendezvény elvezet többeket majd az igazság megismerésére, hogy szabadok legyenek. Smahai András az Egyházmegyei Múzeum igazgatója köszöntőjében megerősítette, hogy a próféta által megfogalmazott gondolatok megjelenése a művészetben és a székesfehérvári kiállításon is kiemelt fontossággal bír. Én Izaiás látomásában egy olyan történelmi helyzetben írja le az igazság és a béke kapcsolatát, amikor az ő egzisztenciája és a környezetének az egzisztenciája is veszélyben volt, hiszen Jeruzsálemet elfoglalták. Az embernek a lelke mélyén ott van a vágy arra, hogy béke legyen körülötte, hogy harmóniában éljen, hogy nyugalomban éljen. Úgy gondolom, hogy a művészet alkalmas arra, hogy a békéről jelenítsen meg bármilyen gondolatot, és alkalmas arra, hogy a háborúról is jelenítsen meg tartalmakat. A tárlat a Szent Korona Galériában október 4-éig, hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, míg szombaton 8-tól 12 óráig tekinthető meg.